hogyan történt a megismerkedésed a citerával, mint hangszerrel? A citerával, mint hangszerrel még nagyapának, anyának a férje is citeráztak abban az időben. Játszani nem játszottam a citerán, 20 évvel ezelőtt kezdtem el. Még ezt is azért kezdtem el, csak mert a lányom is nagyon szeretett volna, a kisné Marika szervezte meg ugye ezt a citera zenekart abban az időben. És ez ilyen próbaképpen indult, a lányom véget elkezdtem, mondom, egy hónapig kihúzom, utána hátra beilleszkedik a lány, utána mondom nekem, erre nem nagyon van idő. Tehát ez a egy hónap azóta tart, eltelt 20 év, tehát folyamatosan még azért csináljuk. Kellemes emlékek vannak róla, mert nyilván ugye egy nagyon jó kis társaság jött össze, és ugye abban is bízok, hogy hát nagyon sok közben szereztünk sok mindenkinek, akiknek ugye játszottunk eddig az eltelt 20 év alatt. Igen. Hát ezzel kapcsolatban is, hogy van-e olyan, amit kiemelné, hogy a legkedvesebb emlék esetleg ebben az elmúlt 20 évben, amióta ez az új alakult citera zenekar létezik? A legkedvesebb emlék? Nekem például a legkedvesebb emlék egy kicsi faluban, amikor ott az emberekkel leültünk, és egy ilyen nótázgatás keretében indultunk el valójában, és olyan jól sikerült, hogy hát elkezdtük este 8 órakor, és hajnal 1-kor hagytuk abban. És ugye aranyosak voltak ott ezek az idősek, akik ott voltak, mert folyamatosan mondták a szebb-szebb nótákat, amiket mi ugye játszottunk utána. És ez egy nagyon kellemes pillanat volt, és ugye az volt a legkellemesebb, hogy másnap ezt ugyanúgy meg kellett ismételni, mert szóltak, hogy el nem menjünk sehova, mert ott vannak és várnak bennünket. Ugye a fellépő sátor, ahogy volt, ott szépen beültek, és akkor be volt rendezve nekünk minden, hogy menjünk és még egyszer olvassunk egyet. Tehát ez egy kellemes emlék. Tehát az nyilván ezekben az a legszebb, amikor a közönség is jól érzi magát, és ugyanúgy átélőjén tudják énekelni a dalokat, amiket mi is ugye elkezdünk játszani. Hát ezek nekem szép pillanatok. Hát így van, mert ugye ez ad egy lendületet is azért, igen, mert nyilván, hogyha jó a közönség is jól érzi magát, akkor az nekünk is egy szép pillanat. Igen. Akkor örömet tudtunk szerezni. Igen. Hogyan látod te a zenekar közeli vagy távolabbi jövőjét, mik a tervek, vagy mi az, amit te látsz ebben a zenekarban? Hát a zenekarban bízom benne, hogy hát továbbra is tudunk együtt működni. Legalábbis mondjuk nekem a nagy célkütézéseim nincsenek. Én azt mondom, hogy az a szép, amikor kellemes pillanatokat szerzünk másoknak. És ez a fő cél. Azt, hogyha mit tudom én, egy minősítőre talán elmegyünk, az nyilván az emeli a zenekarnak is a színvonalát, de nekem főképpen inkább a közönségnek a hangulat, ami számít.